Kedden rajtolt hivatalosan a helyhatósági választási időszak az induláshoz szükséges aláírások összegyűjtésével. Kovács Péter, az RMDS ügyvezető elnöke azonban elmondta, nem pusztán a támogató aláírásokat gyűjtik, hanem szeretnének elbeszélgetni az emberekkel, meghallgatni elvárásaikat, meglátásaikat, illetve beszámolni az eddigi eredményekről. Kovács Péter hozzátette, a jelölt listák összeállítása is a megújulást tükrözi. A szövetség ugyanis olyan jelölteket indít, akik a közösséget hitelesen képviselik. Azon dolgozunk, hogy egy új generációs RMDS menjen tovább. A jelöltjeinknek mindegy egyharmada új lesz. Arra törekszünk, hogy megkétszerezzük a fiataloknak és megkétszerezzük a hölgyeknek a számát a listáinkon, a bejutó helyeken.